Millás reggeli a 90.9 Jazzin, ránézünk a forint piacra, mert hogy egyelőre úgy néz ki, hogy a piac nem díjazza azt, hogy rossz ütemben lassított a szigorításon a jegybank, legalábbis látszólag így néz ki, mert körülbelül attól kezdve, hogy a 37-15-öt lépett, viszont ezek az inflációs hatások, energia, ár, balhé, cirkusz emelkedés, alapanyagárak, stb. Emelkedése, ez mind-mind afelé mutat, hogy azért itt keményebben kell lenne tartani a gyeplőt, tehát hogy mi lesz ebből, vagy... Igen, de hogyha most a jegybank azt mondta egy hónap ezelőtt, hogy na, akkor most kicsit lazulunk, és akkor kisebb lépésekbe emeljük a kamatot, egy hónappal később meg, ha... Az nem jó, ugrabugrálni nem lehet. Ugrabugrálni az nem jó, mert meg a hitelesség rovására megy, de a forint meg kényszeríteni ebbe az irányba. Mindjárt elkérjük a tuti receptet, a forintpiac egyik, ha nem a legnagyobb ma élő legendájától, Kóba Miklóstól, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjétől. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Zsákutca ez, vagy patthelyzet, vagy mibe navigálta magát az MNB? Mennyire probléma ez nekik, vagy mennyire probléma a forintpiacra, vagy mennyire probléma ez egyáltalán, és lehet, hogy tök helyes, amit csinál, és ez így lesz jó? Zsákutcának nem nevezném, mert azért van kiút. Inkább a patthelyzetnál közelebb ahhoz a szituációhoz, amibe keveredtünk. Ugye valóban egy nemzeti bank hitelességét, hozzáértését, következetességét, megbízhatóságát, az mindenképpen mutatja, hogyha nem változtatja havonta az álláspontját. Én azt gondolom, hogy ez így ideig teljesen rendben is van. Talán egy picit rossz ütemben lassított a Nemzeti Bank a kamatemelési ciklusnak a rendszerességgel beígért mértékén. Ugye ez a 0,15 bázispont, ez nem hinném, hogy a jelen helyzetben gyakorlatilag bármire elég lenne. De itt az történik, hogy ugye nem akartak túl hamar 2% fölé még ugye idén. Ez volt a cél, hogy idén elérjük a 2%-ot, és inkább erre fókuszáltak egy picit jobban, mint arra, hogy a külső környezet éppen mit mutat. Én úgy látom, mert mi úgy látjuk, hogy egy valamilyen fajta szemléletváltásra lesz szükség. Ugye az eddigi kommunikáció, és ezért egy picit meg is védeném a jegybankot, mert nem csak az ő kommunikációjukban volt ez kihangsúlyozva, hanem a többi egyéb nemzeti bank is azért ezt próbálta úgy értékelni a helyzetet, hogy az az átmeneti inflációs kiugrás, ami például most az energiaárak, illetve a Covid utáni hirtelen gazdasági fellendülés, kereslet oldali nyomás, ugye erről beszéltünk, és beszéltetek is szintet is, ugye napi szinten. Ugye ez minden nemzeti bank azt kommunikálta, vagy legalábbis a többség, hogy ez csak egy átmeneti, pár hónapos kiugrásról van szó. Na most azt kell belátni, hogy nem. És nem tudom árnyaltabban fogalmazni, ez nem pár hónapos kiugrás lesz. Jelen pillanatban a piaci résztvevők itt az elkövetkező hónapokában akár 7%-os inflációs adatot is prognosztizálnak, és ugye itt a headline inflációról beszélgetünk, nem a valósról, amit egyébként ti is, meg mi is, és a hallgatók is érzünk a bőrünkön. De a lényeg az, hogy ugye a Magyar Nemzeti Bank tolerancia sávja az a 3 és a 4%-os infláció között helyezkedik el. Ehhez képest a piac most ezt a tetejéhez képest is egy 2,5-3%-kal feljebb várja, és nagyjából úgy néz ki, ahogy a dolgok alakulnak, hogy ez az energiaválság, alapanyagválság, és ez a borzalmas keresleti nyomással párosulva, ez nem hinném, hogy egy-két hónapon belül megoldódna. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy akár itt egy évig, vagy még tovább is tarthat az a periódus, az a ciklus, amikor egész egyszerűen nem tudjuk lenyomni az inflációt a 3 és 4% közötti elvárt sávba, és hát 0,15-ökkel meg aztán meg pláne nem. Tehát ugye ma lesz egy kamatdöntés, 0,15-öt vár a piac, én nem gondolom, hogy erre a forint hihetetlen módon
pezsgő duroktatás közepette elkezd majd erősödni, mert nincs mire. És hát akkor itt van, hogy lehet ebből kijönni? Főleg úgy, hogy ahogy ugye hallani a te értékelésedből is, meg máson is ezt olvassuk, hogy az infláció egy jelentős része nem is olyan típusú, amivel a jegybankok, vagy amire a jegybankok, vagy monetáris politika hatni tud. Tehát egy chip nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát igen. Ez van. Gyakorlatilag ez van. Ez most egy adottság. Ez nem olyan, amivel mi tudunk igazából mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ugye a Nemzeti Bank, és nem csak feltétlenül milyenkről beszélek, hanem úgy tudná ebből a patthelyzetből, ugye azt mondtam, hogy ez áll közel leginkább ahhoz a szituációban most vagyunk, hogy a 0,15-öt azt emeljük be, oké, de azt gondolnám, hogy egy verbális kommunikáció, tehát egy ügyes kommunikációval lehet sugalni a piac felé, hogy igen, látjuk, igen, értjük, elképzelhető, hogy ez hosszabb távú lesz, és akkor ennek megfelelően fogunk reagálni. Ugye ez már egy üzenet arra, hogy a Nemzeti Bank esetleg el tudja engedni azt a saját véleményt, hogy ez egy abszolút átmeneti időszakról beszélgetünk, tehát egy picit meg tud ágyazni a hosszabb távú folyamatnak, és akkor azt gondolom, hogy a piac azért lehet annyira toleráns, hiszen önmagában egyébként a magyar eszközökkel nincsen probléma. Tehát a forint nem azért gyenge, mert itt Magyarországon van, hogy borzalmas dolgok mennének, hanem a környezeti hatások, illetve ugye most az inflációs félelmek vagy nyomás miatt, illetve a jegybanki ciklus, hát jelenleg, amit tudunk róla, az azt mutatja, hogy egyelőre a forint most nem fog tudni erősödni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ügyes kommunikációval ezt a folyamatot, azt nem feltétlenül gondolom, hogy hirtelen ma 2-kor vagy 3-kor, amikor lesz a sajtótájékoztató, ezt meg lehet állítani, de mindenképpen el lehet kezdeni, és ezt a piac én azt gondolom, hogy tolerálni fogja hosszabb távon, tehát ez be tudja építeni a gondolkodásába, és akkor ugye azért a forint is, a forintpiac is meg fog tudni nyugodni. Oké, meglátjuk akkor a döntést, meg a kommentet. Köszi szépen, jó munkát, szép napot neked. Köszönöm szépen, nektek is. Szia. Sziasztok. Kolba Miklóssal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével beszélgettünk a forintról, forintpiacról, meg az MNB. Az azért nagyon érdekes ebben, hogy az MNB ugye éveken keresztül, hosszú-hosszú éveken keresztül egy extrém laza monetáris politikát folytatott, és most viszont ebben a körben nagyon hamar vette észre, hogy itt valami fontos történik meg az infláció nagy változás, és hirtelen váltott, és kezdett el ciklusról beszélni, kamatemelési ciklusról, ugye még tavasszal, és kezdte is el, amikor még külföldön ezt bagatelizálták, nincs itt semmi lát, nincs itt infláció, stb. És amikor viszont az átfordult a hangulat, meg a közvélekedés, meg a piac, és pont amikor már mindenki azt mondta, és erről beszélünk mi is ugye elég régóta, hogy húha, ez úgy néz ki, hogy ez velünk marad, és ez sokkal nagyobb is lesz, és sokkal később is áll le, és lehet, hogy nem is annyira idéglenes, időleges. Igen. Akkor meg visszavettek a ciklusból, pont akkor. Ez volt egy fura dolog, hogy akkor meg pont miért. Azért, mert ugye a kiinduló helyzet, ahogy a Mike is elmondta, meg ahogy mi is sokat beszéltünk róla, azért az sem volt egyszerű. Persze. Tehát azért egy óriási dilemma volt az összes jegybanknak, vagy dilemma az is, hogy ne szigorítson túl, mert ugye itt van a stagfláció rémképe is. Persze. Hogy nagy, magas inflációval visszazuhan a gazdaság a teljesítményéből, és erre is vigyáznia kellett. De a legérdekesebb az egész, hogy amikor ilyenekről beszélünk, és ki tudja, meddig tart a ciklus, meg mindig fölfelé módosulnak a várakozások inflációba is, a piacok meg vágtáznak. Magyar tőzsde is, külföldi tőzsde is, mintha semmi se történne. Ez az első, tehát ha korábban bármikor hasonló csak volt, már csak a jele, a szele megjelent, már para volt. Igen. Itt, hát ez most úgyhogy soha helyzet. Nem voltunk még ilyen helyzetben, nem igazán lehet összevetni semmivel se az, ami most folyik a világgazdaságban, illetve a hozzá kapcsolódóan most a tőkepiacokban. De Schmidt-Andi hírei sem összevethetők semmivel, úgyhogy hallgassatok az meg biztos. Egy újabb sokrot abból, és utána folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.